pénzügyi vállalkozásoknál gyakran hiányzik egy fontos dolog, a bátorság. Ezt a bátorságot meg kell találnunk, és valamilyen módon aktiválnunk kell magunkban. Erre rengeteg dolog létezik, rengeteg módon fel lehet ezt lelni, de először is talán azzal, hogy kiderítjük, hogy mi magunk miben vagyunk jók. És ha már tudjuk, hogy miben vagyunk jók, akkor merjük is kimondani ezt, hogy abban jók vagyunk, és merjük ezt felvállalni, legalább a magunk számára. Tehát ha nem is másnál próbáljuk ezt elérni, elhitetni, de legalábbis magunk számára jó lenne ezt befogadni, ezt az információt. Például ahhoz is kell bátorság, hogy merjünk csapatban dolgozni, tehát létre tudjunk hozni egy olyan csapatot, aki kellően hatékony egy adott vállalkozásban, és ezt a vállalkozást aztán így csapatostól vagy csapatban tudjuk jól működtetni. Tehát ahhoz is kell bátorság, hogy kellő határozottak legyünk, ahhoz is kell bátorság, hogyha fel kell vállalni valamilyen gyengeségünket, valamilyen pénzügyi vagy vállalkozásbeli hiányosságunkat, de minden esetre a bátorság az biztos, hogy fontos. Ezt lehet gyakorolni, lehet ebben a témában edzésben lenni, de minden esetre elsőként próbáljuk ezt aktiválni magunkban, és próbáljuk meg bátran neki kezdeni a dolgainknak, főleg egy pénzügyi vagy bármilyen üzleti vállalkozásnak. Tehát amennyiben céget akarunk működtetni, vagy cég működésében akarunk valamilyen módon részt venni, akármilyen alkotó elemként, a bátorság az fontos. Találjuk meg azt, hogy ezt mivel tudjuk felpörgetni magunkban, keressünk akár olyan illóolajat, mint például a gyömbér, az egy ilyen illóolaj, vagy keressünk olyan társakat, akik ezt előhozzák belőlük, vagy keressünk olyan motiváló tényezőket, amik motiválnak minket arra, hogy ezt a vállalkozást, vagy egy vállalkozást jól el tudjuk indítani, vagy jól fel tudjuk pörgetni. Tehát vállalkozás és bátorság szorosan összefügg.